I'm not gonna do the things that mama told me. So fuck the flowers and dates. I'm leaving the door wide open. Walk right in. Don't tell your papa, you're probably going home late. Late, 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 late. Don't tell your papa, you're probably going home late. Mással kezdhetnénk az interjút, mint hogy hogy éreztétek magatokat Mosonmagyaróváron. Nagyon jó. Meglepően jó volt a hangtechnika. Igen. Nagyon jó szólt, úgyhogy remek buli volt, mi azt gondoljuk. Magábbis szerintem. Igen, egy kicsit féltem ugye a tegnapi budapesti nagy koncertünk után, hogy tudunk ráhangolódni, de hál' Istennek segítettek a helyi emberek, szóval így könnyebb volt, hogy láttuk, hogy élvezik ezt a rendezvényt. Jó volt. Nem kell, hogy arrozoljon minden nem kell, hogy azt hitték bármit bárhol. 20 éve próbálok ugyanaz a srác tenni, de megváltozott a világ, én is megváltoztam. Budapest Parkban adtatok egy nagy koncertet. Ez hogyan sikerült? Mit kell tudni erről a koncertről? Nagyon jó volt. 8000-en voltunk, hál' Istennek. És ilyenkor nagyon büszkék vagyunk, mert azért más, amikor eljönnek mondjuk egy ilyen május 1-e kapcsán valamilyen ünnepére az emberek, és ingyen meg tudnak nézni, meg más, amikor fizetni kell, érted. És akkor csak miattad jönnek be valahova, és úgy 8000 ember csinálni, ez egy nagyon nagy dolog. Elég kevés zenekar tud Magyarországon ennyit. Hál' Istennek, és mi is ezek közé tartozunk. Ugye, úgy hozzuk össze, hogy 7900 rajongó az a Peti, és az én 100-on is eljön, és nagyon-nagyon jó az összhang. Igen, igen. Nem voltak 100-on, csak 50-en, mindegy. Hát a rokonok is, rokonok. A közeli, hát a rokon szóval 87, a szomszédok. 87-en rokonok. Igen. És 13, abból 9 nagyon részek, aki nem tudja, hogy miért. Hát meg pénzt is adtam nekik. Igen. Március elején jelent meg egy közös klipetek a YouTube-on Király Viktorral, amit 2 hónap alatt több mint 1,5 millióan néztek meg. Mit kell tudni erről a számról, hogy jött a közös koprodukció, és lesz-e esetleg a jövőben még közös együttműködésetek? Hát biztos lesz, mert a Viktor egy nagyon jó gyerek, tehát jóba vagyunk fel az életben is, meg a társaságnak is jó. Úgyhogy biztos valamikor lesz, de hát azért nyilvánvalóan itt most a saját projektekre fekszünk rá. Bár nekem pont van egy nótám a Kollányi Zsuzsival is, ami majd most fog kijönni, meg a Báj Alex-el is, ami nem Báj Alex, hanem a egy másik Báj Alex van egy formációban, és annak nem az a neve, hogy Báj Alex és a Slep, hanem ez csak egy ilyen őrültködés. Majka, ti most egy hónapig Amerikában tartózkodtatok. Yeah. Itt érte olyan impulzus, amit esetleg a jövőben egy új albumon, egy új dalban hallhat-e majd a közönség? Abszolút. Tehát mikor kint vagyok Amerikában egy hónapot általában, ugye minden évben hál' Istennek mi eljutunk a családdal, akkor ott mindig úgy van egy csomó olyan impulzus, hogy te is mondod, meg behatás, ami miatt úgy születnek az emberek gondolatok a fejébe. És most azért csináltam egy csomó olyan mindent, meg voltam sokon, elmentem egyébként a Backstreet Boys koncertre is. Óriási volt. Fogdossák magukat 40 évesen is a színpadon, nagyon jó. De elénekelték az összes lágert, és a Hajni nagyon jól érezte magát. Meg hazudnék, ha azt mondanám, hogy én nem énekeltem, én is ismerem a nótáikat. De voltunk Jabba Wockies ilyen koncert, mondjuk koncertnek, ilyen táncesten. Az is nagyon jó, ott is rengeteg ötlet, onnan is rengeteg ötlet jött, hogy kell szórakoztatni. Meg egy csomó Cirque du Soleil buliban, ahol a
Kán, a Misterén, az Ósón, tehát mind olyan helyeken, ahol hát ahol olyan dolgok történtek, hogy így rájön az ember, hogy azért van a szórakoztatásnak egy olyan formája is, hogy egy ilyen 4-5 forintot többet teszel bele, akkor ott egész szép dolgokat lehet művelni. És persze, tehát a kérdésre válaszolva, igen, tehát ott rengeteg olyan dolog van, ami miatt az ember hazajön és megtáltosodik. Gyerünk, figyelj, mutasd meg akkor Zuzuk, hogy kell. Húzzak, húzzak, kicsit izé, járjunk rá, a fugi, mint nem ugrunk, húzzak. Ezt kiabálnak az ember, figyelj. A jövőben mit várhat tőletek a közönség? Lesz-e új szám, album, ilyesmi? Lesz. Több szám is lesz közös. Igen, több szám is lesz. Lesz egy rappesebb. Most egy nagyon jó rappes. Mert mindig ugye mostanában azért megtalálnak minket, hogy jó, ma nem rappes, már pop, meg nem is vagytok már rappesek. Most lesz egy rappes szám. Elkezdtünk egy nagyon szomorú dalt is. Ami tőlünk megszokott, ilyen belehallok, nekem ez jár feeling. De az még most a kezdetleg, az elején járunk. Még meg kell fejteni. Még sok alkoholtartomítat meg kell innunk az éjszaka folyamat. 20-ra nagyon nagy stága lesz. 2020-ra, 22-re befut. 23-an 4-5. És akkor 27-ben kijövünk egy klippel, és 31-ben 1 millió. 31, már nem is élek. Kezdődik a fesztivál szezon, hol lehet majd veletek találkozni a közeljövőben? Így nagyjából, hogyha össze tudjuk szedni. Hála a Sziget Fesztivál Kft-nek, aki majdnem az összes fesztivált szervezi, az összes fesztiválon ott vagyunk, és hál' Istennek az összesen nagy színpadon. Úgyhogy gyakorlatilag, ha valaki ellátogat egy fesztivál, akkor velünk találkozhat. Nekünk a kedvencünk a Volt, mi oda szeretünk meg a Campus járni a legjobban, Debrecenbe, meg Sopronba. De egyébként mondom, mindegyik fesztiválon ott leszünk. A Volton ott lent is leszünk, tehát maga a fesztiválat nem vállaltunk koncertet. És ott megpróbáljuk. Ezt most már azért 4 éve ugye úgy csináljuk, hogy ott van nekünk egy nagyon kedves ismerősünk, akihez tudunk menni. Szép ingatlannal rendelkezik, és ott elhéderelünk. És akkor ott egy 3-4 napot mesztelenül medencézzük. Mondjuk igen, ezt nem tudtuk, éjjel én csináltam. Igen, én éjjel egy-két divatos külföldi ital után levetköztem, és akkor másnap jött a családdal. Ő nem olyan srác, mint mi, ő egy jó szituált családapa, és akkor mondta, hogy egyébként be van kamerázva itt minden. Én is az vagyok. Te? Hát jó szituált családapa, csak most... Jó szituált vagy ma te? Elmúlt ma. Ja, tegnap ja, mondjuk tegnap az volt, hát tényleg. Igen, úgyhogy mindenhol ott leszünk. Belénk fognak botolni, vagy botlani. Kicsit unalmasak is leszünk. Ez kinek a szőre? Az enyém. Ez milyen szőr? Ez honnan hozta ezt a mikrofont? Ezt a szőrt el fogom inni, és meg fogom nézni, hogy honnan is kell. Véles, mint a... Ez honnan, ez a szőr, milyen kinek szőr? A szőre? Yes, szőr, yes, szőr. Yes, szőr. Na, igen, komolyra fordítva a szót, válaszoltam már. Köszönöm szépen!
Kiszakadt a felhő, 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 eső, felhő, megerett az első. Jaj, nékem bőrigázom, itt az ivatal. Jaj, nékem bőrigázom, ha nem áll el hamar. Szélben, téli vízben, vacogtam előgem. Mázom, fázom, jól megázom, vizes már az égen. Jaj, nékem bőrigázom, itt az ivatal. Jaj, nékem bőrigázom, ha nem áll el hamar. Akkor most kérnék szépen egy kis segítséget, azt mondja, hogy With it, girl. See show them it, girl. With a bang bang, bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Bye.
Sziasztok! Most már majd, hogy nem fél év, hogy véget ért az X-faktor. Mit kell tudni rólad? Mi van veled azóta? Hogyan halad a karriered? Most lassan megy a karrierem. Most kezdett a fellépések. Ez az első fellépés a nagy színpadon. Városban, de hamarosan több lesz. És lesz egy meglepetés, egy 18. májusan megyek, fogok szerepelni egy műsorban, egy új műsorban, amit RTL-ben lehet nézni. Lesz szeptemberen, de most egy hónapra megyünk Európába, utazunk, és többet nem mondom most, többet titkos meg. Mit hozott neked az X-faktor az életedbe? Hogyan tudod ezt kamatoztatni a jövőre nézve? Ez nagyon jó lehetőség volt. Nagyon hálás vagyok, nagyon boldog vagyok, hogy jutottam ilyen hosszúig. Nekem nagyon tetszik, nagyon hiányzik most ezt az idő, mert nagyon jó barátok lettünk. Hogy érzed magad egyébként Magyarországon? Mennyire boldogulsz a magyar nyelvvel, ezzel a kultúrával? Hogyan tudod mondjuk ezt a mindennapjaidba és a karrieredbe is beépíteni? Én nagyon szeretem Magyarország, Budapest és Szeged. Szeged azért szeretem, mert ez a testvérváros Odesszához, mert Odesszából jöttem. De Pest szerintem ez egyik legszebb város Európában, és én nagyon élvezem itt. Jó az emberek, de kicsit fura, mert nem mindenki boldog. Én nem értem miért. Mert például Ukrajnában sok rosszabb, és mindenki akarnak Európába menni, és nekem fura, hogy emberek, mindig embereknek többet kell. Some people got a really rough hands. Some people out of line, yeah. Some people think that you're so down. No, I ever live on. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Itt tervezed a jövődet Magyarországon egyébként? Igen. Ha helyesek az információim, akkor most egy saját dalod is elkészült, hogyha jól láttam. Erről mit kell tudni, mikor hallhatja majd a közönség? Két hét múlva lesz a premier, lesz három új dalokat, amit saját, és még lesz dalokat, amit csinálok Puskás Dánival, például még Zsagér Balázsa. Nagyon szeretem, ő a legkedvencem producerem itt Magyarországon. Nagyon szeretem vele dolgozni. Ő nem szereti, mikor róla beszélek tévében, de bocsi Balázs! Ezekben a dalokban te mennyire működsz közre, azon kívül, hogy előadod őket? Tehát az, hogy megszületnek ezek a dalok, akár a dalszerzés, a zeneszerzés, vagy a szövegírásban, mennyire tudsz részt venni? Én mindig szoktam csinálni magamnak a zene állapot, szöveget, mert ez zenevel tudok kifejezni magam. Mert például magyarul nem nagyon jó, de zenevel tudom, szerintem.
Előbb említetted, hogy azért májusban lehet veled több helyen is találkozni. Mi a helyzet a nyárról, a fesztivál szezonnal? Lehet-e majd veled esetleg nagyobb fesztiválokon, vagy ilyen városi rendezvényeken találkozni? Most a legközelebb tervem, mi csináljuk az egész az albumot, lemezet készüljünk, és még több idő kell. Szerintem nyáron nem fogunk sokat fellépni, de szeptembertől kezdünk a túl, mi úgy tervezünk. Nem csak itt Magyarországon, én szeretnék Oroszországba menni és Ausztriába. Ahogy néztem, azért közösségi oldalakon elég aktív vagy, és most is nagyon sok rajongó vár rád kint. Milyen a kapcsolatod a közönséggel, illetve a rajongókkal? Hogyan tudod ezt kezelni? Van két pár csoportunk Facebookon, és én nem mindig, de próbálok válaszolni, amikor tudom. És remélem, hogy a rajongók nem nagyon mergesek rám, mert sok munkám van, és ha lesz időm, akkor biztos válaszolok mindenkinek. Pontosan egy évvel ezelőtt léptetek fel itt Moson-Magyaróváron, akkor is a Városi Majálison, és akkor beszélgettünk mindenféléről, hogy mit kell tudni a zenekarról részletesen, milyen díjakat nyertetek. Mi történt veletek az elmúlt egy évben, hogyha így össze tudjuk foglalni? Hát azóta júniusban voltunk egy nemzetközi fesztiválon, amire igazából a világon mindenhonnan jelentkeznek, és Spanyolországban szokták megrendezni. A világon mindenhonnan jelentkeznek rá, és csak 10 előadót válogatnak be erre a fesztiválra, és hát minket beválogattak. Igaz, díjat nem sikerült onnan elhozni, de hát ez nekünk már eszméletlen nagy dolog volt, hogy minket oda elhívtak. És hát ugye oda repülni kellett, és ezt a zenekart reptetni, azért rémálom. Tehát az rettenetes dolog. Mire számíthatunk a jövőben? Milyen tervek vannak a jövőre nézve? Most már azért kezdődik a fesztivál szezon, hol lehet majd veletek Igen. találkozni? Hát igazán rengeteg helyen megfordulunk, meg rengeteg, tehát most már úgy annyira belénk szerettek az emberek, hogy most már, hogyha nem is egy fesztiválon, hanem most már szülinap, akkor az énesküvőmre is gyertek el, akkor a Lagziba, akkor mennyasszony tánc után, akkor disznóvágásra, akkor medencébe, mit tudom én, úgyhogy igazából rengeteg ilyen helyre járunk most már. Persze azért a fesztiválok is megmaradtak, most nem régen lett vége a Pécsi Egyetemi Napoknak, és a Filharmónia Magyarországnak a jóvoltából mi is közreműködhettünk ott, és hát ez egy nagyon, szintén egy nagyon nagy dolog nekünk.
Úgyhogy az elmúlt 3 napot azt ott töltöttük el, ilyen hangulatfokozó dolog voltunk, mint amilyen itt is szoktunk lenni Mosonmagyaróváron. Azért már többször is felléptetek Mosonmagyaróváron. Hogyan jöttek ide, mennyire érzitek jól magatokat, milyen a mosonmagyaróvári közönség? Nagyon jó. Imádjuk az embereket, most már úgy ők is úgy kezdenek belénk szeretni egyre többen, és akkor várnak vissza, kapjuk a rajongói oldalon az üzeneteket, hogy mikor jöttök, ugye ekkor jöttök, ugye jöttök akkor is, meg már nagyon várunk benneteket, meg ilyen egyéb hasonlók, és itt mindig nagyon jó a fogadtatás a szervezők részéről is, nagyon, nagyon vendégszerető társaság, úgyhogy nagyon szeretünk ide járni. Én előbb hallgattalak titeket, azért tavaly óta bővült a repertoár. Kicsit légy szíves, mesélj nekem arról, hogy kell ezt elképzelni, hogy hogyan válogattok be új dalokat, ezeket hogyan dolgozzátok fel, és hogyan adjátok utána elő a közönségnek. Hát igazából tehát nagyon sok háttérmunka van mögötte. Tehát az most úgy nagyon szépen néz ki, hogy mi felveszünk a hangszert, és szól, és hát az szól, és mintha egy DJ csinálta volna, ez már átmegy egy mix, és akkor rögtön jön a következő szám. De hát ez ennyire nem egyszerű. Ezt egyrészt meg kell tanulni kívülről, mert ezt én egy ilyen, nagyjából ilyen 8-10 oldalas kottára írom le ezeknek a szerencsétleneknek, úgyhogy nekik meg muszáj megtanulni ezt kotta nélkül. És igazából ez az egész úgy zajlik, hogy mindig kutakodunk egy kicsit, hogy mi lenne, mi az, ami még eszünkbe jut a 90-es évekből, vagy a mostani slágerekből. Igazából én már annyira régóta csinálom ezt, hogy már így, ahogy a rádiót hallgatom, így ráállt a fülem erre az egész dolog. Hoppá, ott azt már a tubába le lehetne játszatni, itt a szakszofonnak ezt játszanák, és akkor így egyszer csak megszületik egy ilyen történet belőle. Tehát a hangszerelés még mindig én csinálom, teljes egészében. De hát itt azért nem csak az a komoly munka, hogy itt ezt el kell játszani, meg kell tanulni, meg minden, hanem minden szöveget töviről hegyire, úgy, ahogy van, az eredeti előadóknak az előadásában, ugyanúgy leutánozzuk, ugyanúgy meg még a Maxnek is ezt a No More című számát is, ahol a rappelő srác az valamilyen jamaikai, vagy nem tudom milyen akcentussal nyomta le, még azt is, meg mindent igyekszünk tényleg úgy visszaadni, hogy az felébressze az emberekben ezt a nosztalgikus hangulatot. Azért nem vagytok kevesen a zenekarban, mint ahogy most itt is látszik. Hogyan sikerül azért összefognotok mégiscsak a csapatot, és rávenni a többieket arra, hogy beüljetek a próbateremben, gyakoroljatok, és utána pedig ki tudjatok állni egy ilyen közönség elé, és elő tudjátok adni a számokat? Igazából nem kell őket rávenni. Tehát ezzel nincsen semmi baj. Itt az idővel van az egyetlen egy probléma, mert ez meg a másik dolog, amit nagyon sokan hisznek rólunk, hogy egyszer talán, lehet, hogy talán pont itt történt, itt a kerítésnek a másik oldalán megszólalt a srác, hogy ti csak úgy jöttök, kiszálltok a buszból, fújtok, visszaszálltok, aztán elmentek, és akkor ebből megéltek, hát nem. Hanem ez úgy működik, hogy mindenkinek van polgári foglalkozása, nyilvánvalóan persze az a muzsikához köthető, tehát ugye játszanak nálunk a Pannonfi harmonikusokból, a Pécsi a Nemzeti Színházból, akkor ugye tanítanak a Pécsi Szakközépiskolában. Mi, akik zeneiskolai tanárok vagyunk, úgy Pécs környékén, meg Pécsen tanítunk zeneiskolákban, és hát ezt nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni próbák szempontjából. Tehát valamikor így este 10-11 után jön csak össze egy próba, amikor ők végeztek a színházban, valami előadással, meseautó, vagy Macbeth, vagy valami ilyesmi megy, éppen akkor mi már ott ülünk a próbaterembe, és akkor jönnek, és akkor éjfélig bizony ott keményen dolgozni kell, de igazából ez csak a szezon előtti felkészülése a dolognak. A szezon alatt már nem nagyon van lehetőségünk próbaterembe menni. Bár mondjuk volt olyan, hogy a Veszprém utca zene fesztiválon, amikor 4 évvel ezelőtt ott nyertünk közönségdíjat, ott például annyira nem volt idő semmire, hogy volt azt hiszem 2 vagy 3 olyan szám is, amit ott próbáltunk el, ott a kollégiumban voltunk elszállásolva, és lementünk az udvarra. Megkérdeztük a gondolkodót, hogy lehet, azt mondja, lehet. Lementünk, és akkor ott elpróbáltuk, megtanultuk, és akkor este megpróbáltuk előadni. Szóval egy ilyen
Az ilyen élet. Ezt meg lehet másképp csinálni sajnos. Egy nagyszabású Máté Péter emlékkoncertet sikerült itt Mosonmagyaróváron létrehozni, sikerült megtölteni a Wittmann Antal Parkot. Kezdjük azzal, hogy mit kell tudni a zenekarról, arról a zenekarról, aki ezek mögött, a nagyszerű énekesek mögött áll. A zenekar tulajdonképpen 2000 óta áll színpadon, tehát most már 17. éve dolgozunk, úgyhogy ez mondhatjuk, hogy nem kis idő. És hát mindig próbálunk érdekességekhez nyúlni. Ugye most az idei év ez a Máté Péter emlékkoncert, de tavaly például indítok a Táncdal Fesztivált, mivel az 50 éves volt, tehát ilyen jubileumhoz kapcsolódtunk az idén is, és most a Máté Péter emlékkoncert, ami aktuális egyébként. A zenekarról tagonként pedig annyit, hogy mind nagyon kiváló zenészek, tehát Körmendi Péter szerintem országosan ismert zongorista, zongoraművész, basszusgitárosom, Bergendi Szalon zenekarban dolgozott nagyon sokat, dobosom nagyon sokat jár külföldre, és Magyarországon mondhatni, hogy velem van mint állandó dobos, úgyhogy a gitárosom is egy jazz tanszakot végzett, nagyon komoly gitáros, tehát mindenki a maga nemében nagyon jó hangszeres, de hát ezért is tud ötünkkel megszólalni úgy ez a műsor, ahogy hallható volt. Máté Péter szerintem egy olyan ikonikus figura Magyarországon, hogy tényleg a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki ismeri. Mégis mi az, ami magával ragadja a közönséget, ami miatt mindenki ismeri Máté Pétert, és ami miatt sikerül megtölteni például egy Wittmann Antal Parkot közönséggel? Részben talán az, amit mondtam, hogy nem csak a zenék voltak gyönyörűek, és hát generációkon átment, tehát ezért is van az, hogy nem csak a nagyszülők, hanem a szülők meg a gyerekek is ugyanúgy éneklik ezeket a számokat. Szinte kivétel nélkül hallhattuk, ahol megénekeltették aztán vendégeink a közönséget, hogy mindenki tudta a szöveget, tehát jobban hallottuk, mint akár saját magunkat a színpadon zenészek. Ez nagyon jó érzés persze. Én azt gondolom, hogy a zene és a szöveg, itt a szövegek is nagyon fontosak, tehát ezt a koncertet énekesek nélkül nem lehetne megvalósítani, nyilván, hogy olyan énekeseket választottam erre a produkcióra, és olyan énekesekkel dolgozunk, nem csak azokkal, akiket ma itt lehetett hallani, de ők is azok a kategória és az a kvalitás, akikkel meg tudnak ezek a számok hitelesen és jól szólni, és azt gondolom, hogyha Máté Péter minket föntről hallgat, akkor boldog és örül ennek. Most vigyázz, hogy jót csinálj!
Hogy kell elképzelni egy ilyen koncertnek az összeállítását? Ez hogy készül el? Hogyan lehet a dalokat abból a rengeteg dalból kiválasztani azokat, amik itt megszólalnak? Hát nagyon nehéz egyébként. Tehát mindig van egy ilyen, hogy elkezdem rakosgatni, hogy ki mit fog énekelni, és akkor rájövök arra, hogy a műsoridővel harcolok, hogy azok a számok, amiket valószínű, hogy mindenki szeretne hallani, azok megszólaljanak. Hát nem egyszerű, tehát tulajdonképpen egészen a kottáknak az elkészítését, a próbáktól, a meghangszerelésig, tehát ebben nagyon sok munka van, amíg mondjuk így megszólalunk. De azt gondolom az, hogy egy ötfős zenekar így meg tud szólalni, ahhoz tényleg kellenek azok a zenészek, akikről beszéltem. A jövőben hol lehet majd találkozni a zenekarral, illetve akár ezekkel az énekesekkel, akár másokkal, hol várják majd a közönséget? Hát mi nyáron szinte minden hétvégén dolgozni fogunk. Én azt gondolom, hogyha a honlapomra látogatnak, ami most a reklám egy picit, de a www.molnárgyörgy.hu-ra fellátogatnak, akkor ott mindig minden eseményről értesülnek. Nem akarok egyiket se kiemelni, a sok közül, de tényleg nagyon sok van. Úgyhogy aki szeretné Máté Pétert hallani, vagy az említett tavaly elindított táncdalfesztivált, akkor minket meg fog találni a honlapon, minden információhoz el fog jutni a közönséghez. A jövőre nézve esetleg vannak már valamilyen tervek, amivel lehet számolni a közönségnek? Hát erre mondom, hogy még titok, de azt megmondom őszintén, hogy már tudjuk, hogy mi lesz a jövő évi produkció, és pont ez a május 1-i koncert volt, ez egy nehezebben összerakható műsor volt, 3 sztár vendége, nagyon sokat kellett próbálni, és nagyon sok munka van benne, úgyhogy igazából az, amit még most nem árulok el, de már most elkezdünk vele foglalkozni, hogy jövőre úgy jöjjünk ebben meg a színpadra, hogy ez színvonalában megint tőlünk elvárható. Vagy mindent, vagy semmit, csak te rajtad áll. Légy, aki nékem mondja el, ha valami fáj. Legyen mindig egy gömbjutom, s a válságunkból kijutunk, csak velem élni a ragyog a napsugár. Az egyik ismert tehetségkutató showban futottál be annak idején, és eltelt azóta jó néhány év. Hogyha lehet, akkor kicsit összegezzük ezt a néhány évet, hogy mi történt veled, mit kell róla tudni. Fú, hát ugye ez 2010-ben volt, és hát most igazából mondhatnám azt, hogy tökre szerencsésnek érzem magamat, mert nem szeretem azt a szót használni, hogy sikeres, meg nem szeretem a sztár, meg ezeket én nem használom. Én mindig úgy vagyok ezzel a dologgal, hogyha teszi az ember a dolgát, és megpróbálja jól tenni a dolgát, akkor azt gondolom, hogy ez egy sikerélményé lehet váltani, ugye, amit kapok az emberektől, az egy visszaigazolás. Tök jó, 7 éve működök, úgyhogy imádnak az emberek, én is imádom őket, szeretik a dalaimat. Nyilván azért nekem van egy olyan dolog az életemben, hogy azért én szeretek a régi nagyoktól énekelni, és én azt gondolom, hogy ez azért hozzásegített engem a karrieremhez, a pályafutásomhoz. Ugye egy Máté Péternek a dalait, azért nekünk most már szerintem 7 éve nincs olyan Máté Péter emlékkoncert, vagy Cserháti emlékkoncert, ahol nem vagyok ott, hál' az Istennek. Nagy élmény, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mindig hívnak és énekelhetek. Ennek is köszönhetem a sikeremet, mert hát nyilván sokat dolgozunk, sok dalokat írunk, most már ugye nekem a 4. album, ami jelent meg, és azon csak saját nóták vannak, és megyek, és éneklem, és tetszik az embereknek. Tehát ez egy jó visszaigazolás. Tehát csak tényleg teszem a dolgom 7 éve. Ezek a saját dalok, amiket előbb említettél, ezeknek az elkészülésében mennyire tudsz részt venni, akár a zeneszerzésben, akár a dalszövegírásban? Hát ez úgy szokott működni, hogy most már 4. éve együtt dolgozom. És hogy ismerem most már lassan 20 éve a barátom, de 4. éve dolgozunk együtt, tehát a zenéket azt közösen szerezzük. A szövegeket, a szövegekben is amikor jönnek ikletek, de én sokkal többet bíbelődök szöveggel, mint zenével. Tehát igazából az van, hogy a zene az, amikor megvan 2-3 perc alatt,
most nyilván ez egy ilyen kis 2-3 perc alatt, de tényleg jön egy dallam, ülök a kocsiba, feléneklem, ott hazamegyek, összerakom, de a szövegeket pedig azt írják nekünk nagy részben, de egyébként a társam, akivel együtt vagyok, ő tök jó szövegíró is egyébként, de azt inkább kiadjuk szövegíróknak. A zeneszerzésben ott, igen, a hangszerelésben már arra nekem nincs időm. Felmegyek a stúdióba, meghallgatom, ha valami úgy van, ami nekem nem tetszik, abban szólok, de általában olyan nagyszerű emberekkel dolgozom együtt, hogy oda se kell szóljak. Tehát profi muzsikusokkal vagyok körbevéve. A rajongókkal mennyire tudott tartani a kapcsolatot, mennyire tudtok kontaktolni egymással? Hát ugye az internetes portálokon, ahol lehet ott én azért, amikor időm engedi, akkor sok mindenkinek visszaírok akár, vagy, de nyilván a hivatalos oldalamon ott mindig jelzem, hogy mi, hol van, hol vagyok, stb. Arra szoktam reagálni, de nem vagyok az a, hogy mondjam, nem vagyok az a nagy Facebook guru, vagy bármilyen internetes oldalon, aki lók, hogy egész nap azzal foglalkozom, bár lehet, hogy többet kéne foglalkoznom vele, de nincs időm, nincs mindenre időm. Azért nekem egy csomó olyan másfajta dolgom van még az életben, hogy van 3 gyerekem, tehát nem tudok egész nap nyomkodni a telómat vagy gép előtt ülni, de tényleg, amikor tehetem, akkor visszaírok, és sokat vagyunk kontaktban egyébként a rajongóimmal. Van egy csomó olyan rajongó, aki, ugye én Budapesten élek, aki a budapesti koncertjeimben mindig ott vannak. Ahogy előbb említetted, 3 gyermeked is van, mennyire tudod a magánéletedet összeegyeztetni a fellépésekkel? Hát ilyenkor nyáron azért elég húzós, mert ilyenkor nyáron rengeteg buli van, és sokat megyek, meg sokat utazok. De hát azért a hétköznap ilyen hétfőket szerde, én alig várom most, hogy vége legyen a sulinak nekik, és akkor ugye többet tudok velük lenni. Így most tényleg keveset találkozunk, mert mire ők hazajönnek, én már elindulok, vagy éppen hogy csak találkozunk, vagy mit tudom én. Tehát nincs az a közös ebéd, vagy közös akármi. Tehát beugrok, megnézem a kicsit, hogy gyakorol-e, akkor oda megyek, segítek neki, vagy mit tudom én. Ilyen lótás-futás az élet ilyenkor, de hát aki zenész, az szokták mondani, hogy ilyen a popszakma. Most már azért kezdődik a fesztivál szezon, jön a nyár, jönnek a koncertek. Hol lehet veled találkozni, mik a tervek a jövőre nézve? Új album, új klip, új szám? Ja, ha meg tudnám mondani, hogy hol lehet velem találkozni, akkor nyilván évvégéig lenne 3 bulim. De mivel, hogy nem tudom megmondani, így hál' Istennek sok bulim van, nem tudom, a Facebookra mindig kiírom azokat a bulikat, amikor élőzenekarral vagyok. Ugye nekem azok a fontosabbak, amikor muzsikálunk a színpadon. Új lemezt most nem készítek, bár írogatom a dalokat otthon, írogatom a számokat. Szerintem jövőre fogok kijönni szeptember környékén egy nagy lemezzel, most 2 hét múlva forgatom a videóklippemet az Örökre szóló szerelem című dalomról, mert megírtuk a dalt, és csak úgy teljesen minden, igazából nem is akartuk úgy nagyon elkészíteni, csak úgy kíváncsiakból feltettük a YouTube-ra, és most már több mint 1 milliós nézettsége van, úgyhogy csinálunk róla a videóklippet is. Hát ha ennyire szeretik az emberek, akkor kedveskedünk nekik.